Szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a következő főzős videómhoz, ahol egy olyan ételt készítek el, ami egy kicsit a komfortzónámon kívülre esik, viszont szeretnék valami ilyesmit is mutatni nektek, ami nem lesz más, mint egy tonhal fasírt, ezt láthattátok már a címből is. Kinoát fogunk készíteni hozzá köretnek, és megpróbálom ezt a videót egy másfajta formátumban elkészíteni. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, ehhez jobban fog-e tetszeni. A fasírtokhoz Eva tonhalat fogok használni, konzerv tonhalat. Szerettem volna megmutatni, hogy magához a recepthez, amit el fogunk készíteni, vagy 380 g-osra lesz szükségetek, vagy egy 160-asra és egy 80-asra. Egyértelműen 240 g tonhalra lesz szükségünk. Fel is gyűltem az ujjaimat, és első lépésben viszont el fogjuk készíteni a kinoát, amit itt már láthattok is nekem előkészítve, és amíg összeállítjuk a fasírt masszáját, addig megfőzzük a kinoát. A főzéshez egy Vegeta Natur erőleves kockát is fogok használni, amit biztosan már jól tudtok, hogy hozzáadott ízfokozók nélkül és mesterséges színezék, illetve aromák nélkül készül. És amíg a kinoa fő, elkezdjük összeállítani a fasírtot. Ehhez előveszek egy tálat. Tudjátok, hogy én halakból csak tonhalat eszek, viszont ha valaki szereti a többi fajta halat is, akkor az Evának sokfajta variációja közül választhattok, mivel Bence imádja a halakat, így itthon nálunk van még Szardínia paradicsomos mártásban, illetve növényi olajban, citrommal. Tehát első lépésben előveszek egy tálat, amiben először bele fogom önteni a tonhalat. A tonhalról előzetesen leöntöttem már az olajat, így csak a húst fogom beletenni a tálba, amihez következő lépésben hozzáadok egy egész tojást, 30 g morzsát, amit szerintem az lenne a legjobb, hogyha pankó morzsát használnátok, viszont gluténmentesben csak sima volt most itthon, úgyhogy simát használunk. Ezután egy evőkanál csípős szószt is hozzá fogok adni, majd egy kanál Vegeta Natur ételízesítőt is hozzáadok. Ezután szeretném ízesíteni a masszánkat, amihez természetesen fogok adni sót és borsót, viszont a Vegeta Natur fokhagymás sült, illetve pikáns fűszerkeverékét is használni fogom. Ugyanis mind a kettőben vannak olyan alapanyagok, amiket szeretnék egy kicsit kihangsúlyozni a fasírtunkba. Ezután előveszek egy serpenyőt, aminek az aljára egy kevés zsiradékot teszek. Ez teljes mértékben a ti választásotok, hogy milyen fajtát használtok. Közepes hőfokra felmelegítem a sütőnket, és amíg felmelegszik, 5-6 gombócra osztom az egész masszát. Természetesen, hogyha kisebbeket vagy nagyobbakat szeretnétek, akkor azt is meg tudjátok csinálni. És 1-2 centi vastag korongokat csinálok a golyóinkból. 2-3 perc alatt átsütöm a fasírtok mindkét oldalát, egy kicsit megpirítom, hogy legyen jó ropogó a kérge. Menet közben természetesen a kinoánk megfőtt, és leöntöttem róla a levét, és amikor a fasírtjaink is készen vannak, nem marad hátra más, mint a tálalás. Oh, hi! Szia! Elbújsz? Aha! Így néz ki az elkészült ételünk, egy kis tányérre raktam nagyon kompaktul. Ahogy látjátok, alul van a kinoa, rajta pedig 2 darab fasírt. Én biztosan, hogy majonézzel fogom menni, ez nem kérdés, nem mint tudom, mindent. Hogy... Mivel leszed a majonézt? Majonézzel! Oké. Okay. Nem tudom, hogy te mivel szeretnéd, de adok neked evőeszközt, és kóstold meg, kérlek. És értékelj, de kedvesen értékelj, mert még mindig érzékeny a lelkem. Úgy csinálom, figyeljétek, ahogy a konyhafőzőn szokták, ami halálidegesítő. Megfogják a kaját, és beveszik a szájukba, akkor úgy csinálnak, mintha soha nem látták volna még a versenyzőt, és néznek rá, hogy ez ki itt a stúdióban. Nagyon jó. De most pont ezt mondtam, hogy csináltál olyat, ami nekem nem ízlett valaha. Nem tudom. Meg hát hal. Azt meg imádom. Milyen fűszereket érzel ki, vagy milyen ízvilágú, egy kicsit meséld el, mert én még nem kóstoltam, és jó lenne, hogyha elmondanád. Tökre látszik, az átlagos fasír az a íz, de érzem nagyon benne a halat. Picit, mint a pikáns lenne, azt érzem benne. Igazából? Van egy valami, amit nagyon érzel, csak nem tudom, hogy mi az. A szeretet. Ja, minden van. De akkor a lényeg, hogy ízlik. Igen, persze.
Köszönöm szépen neked a kóstolást, nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mint mindig, hogyha elkészítitek, akkor jelöljetek meg, akárhol is posztoljátok. Várom az ötleteket, hogy mik legyenek a következő főzős videókban így decemberben. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!